Minden héten szerdán, miután az óvodások elhagyják a közösségek házát, megjelenik egy másik csoport. Legalább annyira szeretnek ők is játszani, és legalább annyira hangosak is. Bár már nem szaladgálnak a házban, nem kísérik őket szüleik, de a hangoskodásukkal így is felhívják magukra a házban lévők figyelmét. Mindezt leginkább tapsolással, dobogással, csapásokkal, hangos énekléssel teszik. Méhkereki román táncokkal csapták, tapsolták el az idejük nagy részét. Ebből kerekedett ki egy talán bemutatásra is érdemes szösszenet, melyet Kir Zoltán koreografált Csak komolyan címmel. A táncosok hitvallását tükrözi a következő idézet. A tánc az én drogom. Egy olyan valami, ami felszabadít, amiben valóban az lehetek, aki, ahol nincsenek szabályok, ahol nem érdekel semmi. De ha nem táncolhatok, elvonási tüneteim lesznek, és úgy érzem, hogy táncolnom kell. Minél régebb óta táncolok, annál többet és többet kell, enélkül már élet sincs. A tánc az önkifejezés, a szárnyalás. Maga az élet.